Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Megkérdezzük a polgármester című műsorunk, vendégem pedig, ahogy megszokhatták, Cserdini Németh Angéla polgármesterasszony. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Az elmúlt adásban már beszélgettünk egy kicsit az előválasztásról, és most arra megvannak az első forduló eredményei. Mi a véleménye arról, amilyen eredmény született, akár a helyi erőket, ha nézzük, illetve az országos eredményeket, a miniszterelnök jelölteket látva is, erre az eredményre számított? Én azzal szeretném kezdeni, hogy köszönöm mindenkinek, aki elment az előválasztásra, akár lábbal, szó szerint elment a sátrakba, akár online szavazott, ez közel 634 ezer ember. Én úgy gondolom, hogy ez országos előválasztásként elsőként rendezte meg az ellenzék, és ez szerintem nagyon szép szám. Beszéltünk itt ebben a stúdióban arról, hogy én magas részvételre számítok, bevallom őszintén, hogy ennyire magasra azért én sem számítottam, és a szervezők sem számítottak, úgyhogy picit elhúzódott az eredményhirdetés. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki részt vett az előválasztásban, akár szavazóként, akár sátrakban ülve, akár mondjuk kampányolva egy-egy jelöltnek. Ez mindig az a kerületre, és mindig az egész országra. Az eredmények tekintetében én büszke vagyok a kerületre, be kell vallani őszintén, pártal függetlenül, vagy pártsemlegesen kéne mondanom, de én úgy gondolom, hogy jól döntöttek a kerületi választók, akik Barkóczi Balázsra szavaztak, ő közel 72%-kal nyerte meg ezt az előválasztást. Palocsai Bélával szemben úgy gondolom, hogy fair verseny volt mind a kettőjük részéről, de bevallom őszintén, hogy örülök, hogy Barkóczi Balázs lesz az országgyűlési képviselőjelölt 2022-ben, és hozzájárulhat Balázs ahhoz, hogy a NER rendszerét leváltsa ez az ország 2022-ben. És ami még nagyobb öröm, az, hogy Dobrev Klára nyerte meg a miniszterelnök jelölti versenyt. Nagyon szép számmal, nagyon szép eredménnyel, és gyakorlatilag minden megyében Dobrev Klára nyerte meg, egy-két körzetet kivéve. És hát, hogy szakszavakkal éljek, vagy egy kicsit kommunikációs szavakkal, ugye Dobrev Klára lett a közös nevező. Az, hogy vidéken és Budapesten tudott nyerni, ez mindenképpen egy közös nevező. Az, hogy kis településen is tudott nyerni, az is ellenben a jelöltársaival, de én úgy gondolom, hogy a miniszterelnök jelölti verseny is nagyon korrektül ment és működött, és hát meglátjuk, hogy a második fordulóban hogy alakulnak az eredmények. Azért jó volt látni, hogy bekékült az ország a táblázaton, illetve hát a grafikonon. Ugye ön is részt vett a lebonyolításban, többször találkozhattak önnel a kerületi lakosok sátorban is. Mennyire volt embert próbáló? Egyrészt az is, hogy ugye rögtön technikai hibával kezdődött maga az előválasztás, ami megnehezítette azért a dolgokat. Másrészt azért elég hosszú időn keresztül kellett a sátrakban ülni, és valószínűleg ugye ez a nagy részvételi arány is elég rendesen megdolgoztatta az itt segítkező kollégákat. Hogyan élte meg ezt az egészet a sátorban ülve és a lakosokkal napi szinten találkozva? Szabadságon voltam az idő alatt, amíg a sátorban ültem, mielőtt valaki azt mondja, hogy munkaidőben kampányolok, vagy esetleg más csinálok, mint ami a munkám. Én nagyon élveztem egyébként a sátorban való munkát, minden zökkenő ellenére. Az nagyon nehéz volt, ez be kell vallani, hogy első szombaton ugye gyakorlatilag 9 óra 20 perckor leállt a rendszer, és nem lehetett folytatni tovább az előválasztást. Úgy gondolom, hogy gyerekcipőben jár ez az előválasztás, és az informatikai rendszer is gyerekcipőben járt egyrészt, másrészt ugye tudjuk, hogy megtámadták az előválasztási rendszert. Ez sikerült hétfőre kijavítani, és hétfő reggel ugyanúgy tudtunk kezdeni rendesen, ahogy szerettünk volna már szombaton. Nagyon sokan jöttek, és azt sajnáltam igazából a szombat-vasárnapból, hogy nagyon sokan szerettek volna szombat-vasárnap szavazni, tehát látszódott az, hogy hiába állt le fél tíz előtt a rendszer, még azért egy órakor mi ott voltunk innen a sátornál, például a főtéren, és nagyon sok embernek azt kellett mondani, hogy legyen szíves, jöjjön vissza jövő héten is, és akkor szavazzon. Hozzáteszem, visszajöttek, tehát látszott a lelkesedés. Aztán meglátjuk, hogy a második fordulóra sikerül a technikai hibákat még kiküszöbölni. Először csináltunk ilyet, először volt ez a bizonyos tablettel való lecsippantása a szavazólapnak, hogy érvényesítsük, tehát nem a hagyományos pecséttel történt a szavazólapok érvényesítése. Nagyon jó volt egyébként ott dolgozni, és volt olyan nap egyébként, hogy reggel 8-tól este 6-ig ültem a sátorban, és nem volt azzal nagyon fárasztó, tehát nem volt unalmas egyáltalán az, hogy a sátorban ül az ember, hiszen folyamatosan jöttek az emberek, és nem az volt, hogy ott ültünk és néztük egymást, hogy akkor most mit csináljunk magunkkal.
úgyhogy jó volt ez a hangulata a dolognak. Az időjárás viszontagságainak ki voltunk téve, hol nagyon melegünk volt, hol egyébként nagyon fáztunk, tehát azért a téli dzsekim előkerült így a hét folyamán, de én úgy gondolom, hogy ez egy jó főpróba volt, és hát ugye nem csak főpróba, hanem élesben történt az előválasztás, és a második fordulóra pedig nagyon készülünk. És ugye nem polgármesterként vett itt részt, de nyilván nem tekinthetünk el attól, hogy ön a kerület polgármestere. Az ide érkező emberek mennyiben osztották meg a napi szintű problémáikat, vagy mennyiben kezelték polgármesterként ebben a helyzetben, mennyiben kommunikálták azokat az élethelyzeteket, amikben ők vannak, és amiben esetleg az önkormányzattól segítséget várnak? Ezért is emeltem könnyű, hogy szabadságon voltam ez idő alatt, tehát valóban nem polgármesterként, azért a fogadórát, idézőjelben mondom, fogadórát megtartottam. Sokan jöttek úgy azzal, hogy szeretnének beszélni velem, akár két mondatot elmondani, hogy őket mi bántja, akár országos szinten, akár kerületi szinten. Jegyzeteltem, fölírtam a problémákat, amiket egyébként máshonnan is hallunk, és kértem azokat, akik oda jöttek, és esetleg nagyobb problémával vagy hosszabb lélegzetű kérdéssel jöttek, hogy írják le e-mailben, ez is megtörtént. Úgyhogy igyekszem reagálni ezekre a felvetésekre, és hát természetesen tényleg egy jó fogadó óra volt, ezt lássuk be, és nem a szavazó sátorban történt a fogadó óra, hanem ugye azért félreálltunk egy kicsit a sátortól, ettől függetlenül tudott menni a szavazás, de a problémákat meghallgattuk, és én remélem, hogy tudjuk orvosolni ezeket. Az országra vetítve elég sok mindent hallottunk, kezdve mondjuk a katonák szolgálati nyugdíjának eltörlésétől kezdve, a nyugdíjasoknak azt a fajta nem megélhetési gondjait, ami nem az önkormányzattól függ, hanem az, hogy nagyon elszálltak az élelmiszerárak, és ezekből a nyugdíjakból nem tudják finanszírozni. Úgyhogy ilyeneket hallgattunk, de hát nyilván előválasztási sátorról beszélünk, ellenzéki előválasztásról beszélünk, tehát azok az emberek jöttek el, akik úgy érzik, hogy nem jó ez a rendszer, ami az országban van, és hát gondolom, hogy 2022 áprilisában eljönnek majd szavazni is, választani is, és akkor meglátjuk és reméljük, hogy leváltjuk a NER rendszerét. És ugye beszélgetünk problémákról, van a kerületnek egy akut problémája, amit meg kell most említsünk, hiszen szó volt korábban arról, hogy az önkormányzati lakásban élőknek lehetősége lesz kivásárolni azt a lakást, amiben élnek, és végül ezt a törvényt nem fogadták el, de úgy néz ki, hogy vannak, akik mégis ezzel a korábbi hírrel visszaélve megpróbálnak lakáshoz nyugni vagy átverni embereket. Igen, eljutott hozzám az a hír, hogy járják az önkormányzati lakásokat, főleg a panellakásokat, bevallom, szintén nem tudom, hogy kicsodák, és nyilván nem a mi megbízásunkból, valóban nem került elfogadásra ez a törvényjavaslat, illetve nem úgy került elfogadásra ez a törvényjavaslat, hogy mindenki, aki önkormányzati bérlakásban él, az megvehesse, amiben lakik. Tehát nem igazak azok a hírek, hogy megvehetik az önkormányzati bérlakásban élők nyomott áron a lakásukat, és remélem, hogy nem is élnek, és nem is dőlnek be ezeknek a kérdéseknek, és ezeknek a provokációknak azok, akik önkormányzati bérlakásban laknak. Ha lesz ilyen lehetőség, akkor természetesen meghirdetjük, egyelőre nem áll fönt ez a lehetőség, illetve azért érkezik kérelem, és hát nyilván, hogyha meg szeretné valaki venni a lakását, akkor kérelmen alapul, tehát nem kiküldünk valakit, hogy ne haragudj, hogy meg szeretnéd venni a lakást, és akkor diktáld be az adataidat, tehát ez nem így működik. Kérelmet kell írni, és aztán dönt a polgármesteri vezetés, hogy eladja adott esetben azt a lakást, hogy nem adja el ezt a lakást. Én remélem, hogy nem fognak visszaélni adatokkal, és nem fognak olyan helyzetbe kerülni a bérlőink, hogy valaki kihasználja azt, hogy ők önkormányzati bérlakásban laknak, tehát nem az önkormányzat küldi ki az embereket azért, hogy megvásárolhassák a lakásukat. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten a megszokott időben ismét várjuk Önöket, most pedig ne menjenek sehova, mert a hírtükör következik, ahol többek között az e heti testületi üléssel, de például az előválasztással is foglalkozunk majd. Viszontlátásra!